Vendégünk Szőcs Gergő és Ágoston Béla. Sziasztok, köszönjük, hogy eljöttetek. Sziasztok. Sziasztok. Egy igazán kiemelkedő és színvonalas produkcióval debütált a vadonatúj formációtok, és hát nem más előtt tisztelektek, mint Szabó Gábor előtt, egy igazi jazz legenda előtt, de hogyha be kéne mutatni az ő munkásságát, akkor mi lenne a legfontosabb, amit ki tudnátok emelni belőle? Hát a szabadság. A szabad hozzáállás a zenének. Azt gondolom erről az egészről, hogy Szabó Gábor, ahogy kikerült Amerikába, ahogy így elkezdte a pályafutását, a lehetőségeihez mértem, ez valószínűleg kihatott szerintem a zenei játékára is, hogy még szabadabbul, még ösztönösebben fogja fel az egészet, és valójában ezt is fogtuk meg ebbe az egészbe, ezt a szabadságot, és ezért is jöttünk össze így, úgymond mondom. Azt tudhatjuk, Gergő, hogy te vagy az, aki először kezdtél el komolyabban foglalkozni Szabó Gábor munkásságával. Ez maga... nem igaz, mert azt hiszem a Béla biztos, hogy előbb. Akkor lehet, hogy előbb, de mondjuk ennek a banda alapításnak te voltál a fő ötletgazdája. De akkor igen. Én Béla hozzád fordulnék, hogy neked személy szerint mi az, ami leginkább megfog Szabó Gábor stílusában, játékában? Nagyon megfog a líraisága, és egy olyan erő, ami, hogy is mondjam, a latin zenének is ez a lényege, ez a ahogy az erővel párosul a szépség, és valahogy a Szabó Gábor ezt hozta be az életembe, ezt a latin energiát, hogy így mondjam. Hogyan verbúválódott össze ez a Flam nevű formáció? Hogyan szervezted magad köré a zenészeket? Mert hogy volt olyan, akik csak a stúdióban találkoztak életükben először. Pontosan. Hát az ember, mikor elkezd, vagyis hát én mikor például egy lemezt elkezdek csinálni, akkor számomra nagyon fontos a téma, hogy miből induljunk ki, és a Szabó Gábort olyan témának láttam, aki bármely zenésszel, hogyha beszélgetsz, akkor így nagyon nyitottan, nagyon őszintén és így jó véleménnyel indul neki ennek a dolognak, és gondoltam, hogy ez így témának nagyon jó, és valójában, hogyha megvolt a téma, elindul a folyamat, és hogyha elindul a folyamat, akkor így csapódnak az emberek. Azt hogy tudnátok megfogalmazni, hogy milyen műfajokból tevődik össze a ti hangzásotok, hiszen a sok zenész által sokféle zenei stílus is keveredik nálatok. Ezt ez egy jó kérdés. A Gergő, ez is ott a kérdésed lesz. Nem tudom, lehet, hogy akkor ez zenei anarchizmus, vagy nem is tudom, hogy... Hát szerintem a Szabó Gáborhoz is kötődik, hiszen ő is sokféle fúziós zenét is játszott. Hát persze a folk, a jazz, a világzene, és szerintem a zene szeretete van, mert ugyebár például Szabó Gáborról azt is tudni kell, hogy abban az időben elég ilyen vaskalapos jazzvilág volt. Ő az első között volt, aki Beatles számot dolgozott fel jazzben. Ahogy mondtad, akkor rá jellemző volt ez a szabadság a zenében. Igen, is. Igen, pontosan. Béla, picit mesélj arról, hogy milyen volt maga a stúdiózás, mert hogy olyan különlegessége is volt ennek az alkalomnak, hogy Gábornak a testvére, öccse is jelen volt a stúdióban veletek. Joe. Ugye hát az egy fontos motivum, hogy mi mindannyian magyarok vagyunk, és a Szabó Gábor büszke is volt erre, és a zenében is becsempészett magyar motivumokat. Úgy gondolom, hogy a stúdióba, amikor bementünk, akkor egy olyan jó buliba éreztük magunkat, amikor egy ilyen jam sessionre hívják meg az embert. Úgyhogy szerintem, amikor is nem csak én voltam így vele, hanem hogy szembesültünk, hogy John, azzal, hogy John is ott van, hát ez meg aztán egy nagyon komoly felemelő pillanat volt. Úgyhogy röviden ennyi, hogy egy nagyon jó bulinak éreztük. Azt még mindenképpen említsük meg, hogy ezt a zenei anyagot élőben is hallhatja majdnem sokára. Folytatódik a buli. Igen, hallhatja majd a közönség, hol és mikor lesz erre. Április 5-én Gödörbe játszunk,
Szerintem hasonlóan, hasonló hozzáállással fogunk neki menni a koncertnek, mint a stúdiózásnak. Mert a stúdiózásról azt tudni kell, hogy az egész felvételt úgy csináltuk, hogy megbeszéltük a dalokat, amiket felveszünk, és így maximum négyszer mehettünk neki egy számnak. Hogyha négyből nem sikerült, akkor nem lett dal. Úgyhogy így sikerült. Mi alapján zsűriztetek ott, amit leültetek, végig hallgattátok minden egy felvételt, és akkor egyre rá is ötöt összehoztatok, vagy négyet? Ötöt összehoztatunk, négyet szavaztunk meg közösen, hogy akkor ez működhet kifelé is. Hát az egész úgy történt, hogy meghallgattuk, és egyébként azt a felvételt, amit bejátszottatok az elején, az például elsőre sikerült. Hát akkor nagyon gratulálunk ehhez a zenei anyaghoz, és köszönjük szépen, hogy eljöttetek hozzánk. És aztán április 5-én a Gödörben láthatunk titeket. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Flam. Flam, igen.